A Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület versenyzői számára szeptember 6-án kezdődött meg a 2019-2020-as megyei első osztályú bajnokság. A Tase hazai pályán fogadta az új szászi együttest, akik legyőzték a Füredi Gárdát. A találkozó közben kérdeztük meg az egyesület elnök helyettesét, Ferenci Nándort, az elmúlt szezon eredményeiről és az egyesület jelenlegi helyzetéről. Nagyon régen találkoztunk már, és régen tudtunk hírt adni, hogy mi újság is van a Tase házatáján. Ezért arra kérem Nándort, hogy tekintsünk már vissza az előző szezonra. Mi is volt ott az eredmény? Hogy szerepelt a két csapat? Tisztelettel köszöntöm a Phoenix TV nézőit. Hát alapból mondhatom, hogy örömhírrel tudok szolgálni. Majd bővebben kifejtem később ilyen formán, ugyanis a Megye 1 és Megye 2 csapatunk befejezte a bajnokságot sikeresen. A Megye első osztályú holtversenyben 5. lett azonos pontszámmal. A Megye másodosztályú csapatunk megnyerte a bajnokságot. Ami a mi életünkben ez egy mérföldkő. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Nem csak azért, mert megnyerték, hanem azért is, mert csak kimondottan füredi játékosok szerepelnek benne, és ez nekünk sokkal többet ér, mint ha bárhonnan hoznánk különböző zsoldosokat. A második fél évről tudnám mondani, a tavaszi fordulóról, hogy először is sikeresen pályáztunk az önkormányzatnál, hogy a terembérlettel kapcsolatban, hogy megkapjuk a termet, és ezúttal is szeretném megköszönni a képviselőtestületnek és a polgármester úrnak, hogy számunkra biztosítja ezt a lehetőséget, hiszen azt mondhatom, hogy 21. századi körülmények vannak. Nem árulok el titkot, hogy a megyébe sehol nincsenek ilyen körülmények, mint itt nálunk Tiszafüreden, hála Istennek, ennek a lehetőségnek kapcsán. A tavaszi falnap folyamán, hál' Istennek, minden mérkőzésre el tudtunk menni, akár a 1-es számú csapatunk, akár a 2-es számú csapatunk, még úgy is, hogy voltak olyan megoldások, hogy keresztben játszottunk egymással. Van olyan lehetőség, ugyanis a mostani kiírásban, a versenykiírásban, hogy akik nem fix játékosok a megye első osztályú csapatban, de be vannak hozzájuk nevezve, azok visszajátszhatnak bizonyos mérkőzés számot a megye 2-esbe. És fordítva is ugyanígy van ez. És amikor vannak személyi problémák, tehát nem tudunk teljes csapattal kiállni, akkor sem maradnak el a mérkőzések, és akkor így tudjuk ezt megoldani, hogy egyrészt sikeresen, és minden mérkőzésre el tudunk utazni. A megye 2-es csapatról hadd kérdezzem már, számukra milyen lehetőség nyílt meg? Előre lépnek az első osztályba, vagy maradnak ott? Ez a évvégi közgyűlésünk felbetörült egy ilyen dolog, hogy a mérkőző meg a megye első osztály csapata, megye másodosztály csapattal. Két dolog miatt nem kivitelezhető, mert ahogy említettem az elég, vannak visszajátszások. Ez jelen pillanatban is, most is még ugyanis érvényben van. A másik pedig az, hogy igazából mindenki egy csapat Tase. Mi nem akarunk rivalizálni, így mond. Na most én is, meg ők is valamilyen szinten ebbe úgy állásfoglaltak, hogy a megye első osztályok játszanak megye első osztályú mérkőzéseket döntő részben, a megye másodosztály pedig inkább csak megye másodosztályba. A megye szövetsége kiírás alapján úgy megy, hogy a megye másodosztályok összejönnek egy hónapba valahol, és akkor ott lejátszanak több mérkőzést. Egyrészt a költségmegtakarítás, másrészt pedig a csapatoknak ugye 3 fővel vesznek részt, ott nem 4 fővel, mint a megye első osztályba, ugyanis itt, mint látják mögöttem. Minimum 4 főnek. Minimum 4 főnek kell lenni, ami úgy alakul mérkőzés alapján, hogy először lejátszák a két páros mérkőzés, és utána 16 darab egyéni. Na most ez a megye másodosztályba úgy van, hogy 3 fővel megyen, ott lejátszanak egy darab párost, és akkor 3x3 egyéni, azaz 9 mérkőzés. Tehát így kevesebb mérkőzés kell játszani. Szerencsére Tiszafüred is pályát ott is, meg az Asztriai Szövetség is szeret ide járni, úgymond, egy kulturált helyre, ahol tényleg azt mondjam, színvonalas mérkőzéseket, asztaltól, tárgyi feltételek, egyebek, a sportcsarnoknak létesítménye, öltözők, zuhanydók, hadd ne soroljam, és megpályáztuk, a szövetség örömmel fogadta, ők megkérték a képviselőtestület, hogy egy napra biztosítsák számunkra ezt a lehetőséget, és hál' Istennek akkor úgy mi is elállítottuk ki a csapatainkat, hogy a legerősebb összeállításba tudjunk nyerni, hiszen minél több mérkőzést akarunk játszani. És szerencsére 7 játékossal neveztünk, mind a 7 játékos gyakorlatilag minden mérkőzésen lehetett váltogatni, taktikai szempontból is volt ennek jelentősége, és gyakorlatilag 6 mérkőzést játszottunk, és mindazt 100%-osan megnyertük. Nyilván ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a megye másodosztály csapatunk megnyerte a megye 2 bajnokságot. A nyári időszakról egy kérdés. Úgy emlékszem, korábban arról beszéltünk, hogy itt tulajdonképpen nincs önöknek nyári szünet. Aki ráér és itthon van, az jön és játszik.
Ez változatlanul igaz. Annyi kitétele, hogy nem olyan nagy létszámban, mint korábban, illetve az őszi, illetve téli időszakban, hiszen azt tudni kell, hogy vidéken az asztalitenisz inkább téli sporták. És hát ugye a teremnek az adottságai révén elég sokat, hogy mondjam, besütött a nap, hál' Istennek, és olyan melegek voltak, hogy szinte kibírhatatlan, de a nyugdíjasokat ezek szerint nem lehet eltéríteni ettől se, mert hogyha végignézünk itt a jobb oldalomra, akkor lehet látni egész fiatal játékosokat, akik már 50, 60, 70, 80 évesek is vannak közöttük természetesen, és ők szorgalmasan jönnek, mert nekik ez az egy lehetőségük van, nyári kikapcsolódás, az egészséges test megőrzése és az egészséges életmód. Jó társaságban vagyunk, jó társaságban vannak, ahogy kezdődik az iskola, mint ahogy a napokban ugye elkezdődött, nálunk is szinte ugrásszerűen megnőtt a létszám, és annyian voltunk, hál' Istennek, hogy mind a 8 asztalon kellett játszanunk. Jelen pillanatban megkezdődött a megye első osztályú bajnokság, amit ezenek látni, Újszász csapatát fogadjuk. A kiírással ellentétben, illetve a sorsolással ellentétben nekünk kellett volna elmenni először Újszászra vasárnap, de a személyi okok miatt nem tudtuk ezt vállalni, és akkor szerencsére sikerült megcserélni a pályaválasztó jogot. Ez ismert dolog a sportban, és ők vállalták, hogy eljönnek pénteken délután vagy este ide hozzánk, és itt lejátszak az első fordulót. Nándi, hány igazolt játékosa van most az Egyesületnek? Az Egyesületnek éppen most végeztük el úgymond a sportorvos igazolásoknak a számát. Azt tudni kell, hogy, illetve ha nem tudják is, akkor elmondom, hogy csak az első osztályú csapatnál, tehát a megye első osztályban, akik szerepelnek, azoknak kell sportorvos igazolás. A többieknek csak sportkori engedéllyel kell rendelkezni, tehát hozzá kell tartani a Tiszafüredi Asztalitenisz Sportegyesülethez. Na most a megye első osztályban 8 embernek csináltunk meg a sportorvosit, éppen a mai nap folyamán voltunk oda megcsináltatni, mert kötelező ugyanis a kiírásba, csak az léphet pályára, illetve az játszott mérkőzést, akinek megye első osztályba, akinek megvan a sportorvosia. A megye másodosztályban oda nem kell, ott csak a igazolást kell megcsinálni, illetve a MAUSZ felé kellett nekünk elküldeni ezt a lapot, hogy a sportegyesülethez tartoznak. Jelen pillanatban 14 fővel rendelkezünk. Ez a 14 fő, ez úgy számra azt mondanám, hogy sok, de néha olykor még kevés. Ismerős az elfoglaltság, vannak közöttük mentősök, ugye ezt nem lehet ugye behatárolni. Akkor vannak köztük. Szolgálatban van, akkor ott van. Oda menni kell, és ugye azt szoktuk mondani, hogy először a család, utána a sport, és utána a munkahely és a sport. Tehát ez a hármas határozza meg. Szerencsére még ezt mindig meg tudtuk oldani, hogy mind a három helyen eleget tudjunk tenni, és ezért kell bizonyos fokú szempontból, hogy minél többen legyünk, hogy egyrészt mindig ki tudjunk állni, valamennyire taktikailag tudjuk forgatni a csapatot az ellenfél játék erejéhez képest, másrészt meg ott, hogy minden mérkőzésen ott legyünk és le tudjuk játszani a mérkőzéseket. A megye első osztályban kik vannak most játékosok? Akik itt vannak, azokat mindnyáján ismerem. Vannak-e újak esetleg? Hát egyetlen egy új fiúról tudok beszámolni, akinek a jelenléte nem biztos, hogy minden mérkőzésen, mint jelen pillanatban sincsen itt. Egy egyeki fiú, a Pap Normertnek hívják, vagy Pap Robertnek, bocsánat. Korábban volt itt nálunk, ő futbolzik egyébként az egyeknek a csapatába, öreg fiú csapatába is, és utána mondták, hogy ott van is asztalitenisz sportélet. Sajnos 2 év után, felvilágozás után visszahúltak, és szeretne továbbra is bizonyos alkalmakkor játszani. És úgy gondoltuk, hogy ő tud nekünk segíteni ebben a dologban. Itt van 10 kilométerre, és van az egyik játékosunk, a Molnár Imre, aki át szokott járni néha egyekre, hogy meccseznek egymással. És őnek a véleményére támaszkodó azt mondja, hogy ha eljön, akkor erősítés jelent a csapatnak egyrészt, másrészt meg egy létszámbővítés. És gyakorlatilag ő lesz majd, amikor majd ráér, amikor majd szükség lesz rá, amikor olyan mérkőzések lesznek, hogy valamilyen helyezés múlik rajta, vagy éppen egy olyan csapat jön, akinek az ő játékával tudjuk valamilyen szinten pozitív irányba terelni a dolgot. A megye első osztályról hagyd kérdezzem már, hány csapat jött most össze, hány mérkőzést kell játszani? 10 csapat jött össze, illetve a sorsolásban annyian szerepelnek, ez a mai az első forduló. A többi mérkőzéseket szombaton, illetve vasárnap játszák. Mi azt kértük a megye asztalitenisz szövetségtől, és hál' Istennek hozzájárultak, hogy mi pénteki napokon a hazai mérkőzéseinket pénteki napokon tudjuk megrendezni, illetve ha a sportcsarnoknak elfoglaltsága van, akkor megpróbáljuk hétközben is, ha az ellenfél belemegy.
Na most itt ez nagyon komolyan vette a szövetség is, már voltak olyan mérkőzések az elmúlt időszakban, amikor a két csapat megegyezett, hogy nem mennek el. Hosszú a távolság, kevés játékosa van, ezt a mérkőzést úgyse tudjuk megnyerni, akkor azt mondta, hogy írjátok be a 18-0-at, és így adjátok be. Na most erre rájött a szövetség, és most már innestől kezdve egy kicsivel fegyelmezettebb dolog van. A kiírásban egyértelműen le van rögzítve, hogy először is elhalasztani mérkőzés csak kimondottan különleges indokkal lehet, a másik pedig, aki nem megy el a mérkőzésre, annak 5000 forint bánatpénzt kell fizetni a szövetség részére. Tehát én gondolom, hogy addig mindenki meggondolja magát, és egy kicsit komolyabbá teszik ezt a bajnokságot. Sajnos olvasom a Szolnok megyei Néplapba, mint lokálpatrióta, látom, hogy az NB3-ba is, olykor még az NB2-be is mondanak le mérkőzést, sérülésre hivatkozva, a létszámhiányra, különböző okokra. Ez számomra kicsit meglepő a dolog. Ott már azért úgy gondolom, hogy valamilyen szinten profi körülmények között vannak, és ott azt már nem szabadna megengedni. Hát azért attól is függ, hogy a játékos keret mekkora, mert ha éppen, nem tudom én, éppen annyian vannak, akkor egy-két ember lesérül, egy nem tud eljönni, akkor valóban nem lehet a csapatot kiállítani. Én egy kicsit megengedőbb lennék, mondjuk megye egyes vagy megye kettes szinten. Én ezzel azért nem értek egyet, mert akik már mondjuk megye... A megyei szinte tovább lépik NB3-ba vagy NB2-be szerepelnek, ott annak van fiók csapata, úgymond lejjebb. Vannak megye első osztályú vagy megye másodosztály. És azokból a tehetségeket, akik ott kezdik el, azokból a legtehetségesebbjei néha följátszanak. És ezért ők tudnak onnan feladni embereket, egészen más okai vannak neki, nem taktikai okai vannak neki. Tehát egy oda nem figyelés, egy kis nem törődőmség, vagy hadd ne soroljam még a különbözőket. A megyei másodosztályban játszott csapatról, ha kérdezek valamit, sorsolást lehet-e már tudni, lehet-e tudni, hogy játszanak-e itthon, egyáltalán az időbeosztás, hogy alakul a megye kettőben? A mai nap folyamán értesültem róla, hogy még nincsen. Éppen a úr, aki játszik az úszás csapatában, az egyik szervezője ennek a csoportnak, megye másodosztálynak is, és még nem tudunk róla, hogy hány csapat nevezett. Mi mindenképpen indulunk, mi várjuk, úgy gondoljuk, hogy egyrészt mint bajnokok ránk kíváncsiak, illetve mindig a bajnokot szeretnék, vagy meg akarják verni. Nekünk erre valamilyen szinten fel kell készülni. Hál' Istennek a játékosok a Molnár Lajos vezetésével, őt mindenképpen ki kell emelnem. Ő a csapat szervezője, a csapat mindenese. Megértették, hogy csak úgy lehet eredményt elérni, hogyha eljárnak edzésre, hogyha ki tudnak állni bizonyos mérkőzésszám legjobb játékosokkal, illetve hál' Istennek ott vannak 7-8-an, akik ebben a dologban részt tudnak venni, és nagyon, hogy mondjam, olyan jól szervezi meg ezt a dolgot, hogy mindig a legjobb játékosok mennek gyakorlatilag arra a mérkőzésre, amire fontos, hogy hozzuk a pontokat. Úgy látom, hogy jól ismeri az újszászi együttest is. Az eddigi eredmények alapján milyen eredményt vár? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy újszász újból beerősítette magát, hiszen a Katona Csaba a múlt év folyamán igazolták le őt Szolnokról, aki játszott még tavaly előtt NB3-at, és ott a standard ember volt, és most az egyik hölgyet kicserélték, úgy látom, egy fiatal, illetve egy férfira, akit Jászberényből igazolt, ezt onnan tudom, mert a Katona Csaba mondta, hogy onnan igazolták. Tisztes helytállás, úgy gondolom. Ez tavaly is kikaptunk tőlük sajnos mind a két alkalommal. Igaz, az egyik alkalommal egy szoros mérkőzés van, lehetett volna akár egy döntetlen is, nem sikerültek azok a összetes mérkőzésekből egyet sem megnyerni. Én bízom benne, hogy azért helytállnak a fiók, és hát majd látjuk, hogy hogyan alakul. És drukkolunk nekik mi is innen a pálya széléről. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és hajrá Tase!